Na, itt is vagyok, ami azt jelenti, hogy már is folytathatjuk a játszást. Sziasztok, kedves érkezők, szia Szerisz, szia Akvina, és szia mindenki másnak is, aki most jött hozzánk. Ott tartottunk, hogy ez a mai egy dupla epizód, úgyhogy gyorsan még rámegyünk egy küldetésre, amit Jézusom! Jó Isten! Nagyon szépen köszönöm, Ungarmonik, azt a mindenedet. Igazán köszönöm neked az 1000 bitet. Köszönöm szépen neked is, és egyébként MGA-nak is, mert ő is hasonlóan hatalmas nagy csirelésekben volt itt a... Nem csak a mai napon, hanem még az elmúlt napokon is, meg heteken. Hát nagyon szépen köszönöm tényleg nektek, nagyon kedves tőletek, igazán. Igazán nagyon örülök, köszönöm. Tényleg, ez nagyon jól esik, köszönöm, de... Hát én nem tervezek olyan nagy dolgot csinálni így születésnap alkalmából, meg mit tudom én. Még amúgy sem ma van, hanem majd holnap lesz. Igaz, hogy az óra már azt mondja, hogy az van, de az majd amikor felkelünk, majd csak akkor kezdődik, nem? Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon kedves tőled. Köszönöm. Nem tudom, hogy a fehér lova kriptájára menjünk-e. Ó, jó Isten, elkezdtek jönni, mert rezeg a telefonom, meg van őrülve. Mi folyik itt? Jó. Oké. Remélhetőleg nem most talál meg mindenki, hogy elmúlt éjfél. Elkezdett vacakolni a neten. Semmi baj, van ilyen. Előfordul. A büntetés. Ezt nem is láttuk, ezt a küldit még. Azt mondja, hogy itt elátkozott vazalusok és szílik lennének. Hát nem szívesen küzdök szílik ellen, az a nagy igazság, de az mondjuk elég király volna, hogyha legalább fel tudnánk húzni egy szintet Ivénen, akin meg lehet, hogy érdemes volna megnézni ezt az új képességét, hogy fedező támadások totál megtápolódnak rajta. Szevasz videó assassin. Felvettem a kezét, megkeresni azt a videót, eddig csak 2012-es nagycsoportos táncikálást találtam. Ha, még lehet, hogy meglesz. Még lehet, hogy meglesz, ahol Szerisz táncol cosplayben a Caramel Dance-ra. Én nagyon kíváncsi lennék arra a videóra, hogyha megtaláljátok. De szerintem ez még régebben lehetett. Tehát talán a 2012 amúgy még lehet, hogy valid is lehetne amúgy. Csak mondom, szerintem azon a tájékon van, plusz-minusz 3 év. Kémeink rátaláltak a falura, ahol Sir Lancelot új tanácsi gyülekezik, és szöveget terveket a trónon megbuktatására. A település tele van dezertőrökkel, száműzött lovagokkal, sőt még pár szíli harcossal is, de az áruló vezérüknek egyőre nincs nyoma. Egy csapással le kell sújtanunk a gyülekező seregre, valamint híres trubadúrjától valószínűleg megtudhatjuk, hogy hol rejtőzik maga Sir Lancelot, akinek azt hiszem, hogy Cass a Faxtra Life-ból lett az angol szinkronja, úgyhogy majd lehet, hogy halljuk is a hangját. Sir Lancelotod, a büntetés című küldetésben. Megnézhetjük ezt a szupermágus őrületet, nagy mennyiségű tapasztalati pontot szereznénk innen. Bár lehet, hogy nem lépne szinte senki, csak mondjuk Ivain. Akkor meg viszont lehet, hogy más egységeket is érdemes volna behozni. Azt hiszem, hogy a Sealiket, bár lehet, hogy már levettük a Seali Killer cuccainkat. Ó, mit tudom én. Lehet, hogy nem is Mordoret kellene behozni, hanem inkább a vörös lovagot, nem? Nagy mennyiségű XP-t. Szarok rá, megyünk így. Aztán lehet, hogy majd megbánom. Lehet megjavul, nem merek ígérni semmit. Hát, még azért odébb van. Ezt a küldetést megpróbáljuk minél hamarabb végig pörgetni, de azért még könnyebb benne lehet ám, hogy valahol megbicsaklunk egy picit. Nem biztos, hogy holnap tudsz jönni? Jaj, jól van, nagyon szépen köszönöm. Amúgy meg nem is tudom, tehát hogyha tartunk valamilyen kis... valami kis minimál szülinapi őrületet, nem tudom. Tényleg, azt sem tudom, hogy hogyan lenne ezt érdemes. Mert azt már láttam, hogy mindenki ilyen szülinapi streameket csinál, de azok nekem úgy annyira nem tetszettek. Tehát valamit, ha csinálnék valamit, akkor valami különlegesebbet kellene, nem? És akkor az meg milyen? Vagy hogy? Nem tudom. De hogyha van ötletetek, akkor szívesen hallgatom és fontolóra veszem úgy egyébként. Vízkikólás Fall Guys volt? De cuki vagy, hogy emlékszel rám úgy. Üdvözlet, Bursza vagyok. Legszerényebb szolgád. Nem fukarkodtam az erőfeszítéssel, hogy elnyeljem a lázadók bizalmát. Mindent tudok. Szóval te vagy a kémünk. Kém? Én csak egy éles szemű ember vagyok, aki a te előnyödre billenti a mérleget egy kövér erszényért. Beszélj azonnal. A faluban hemzsegnek a lázadók, és a síördögök, tündérnép van itt. El tudod képzelni?
Szóval lehetséges. Ez érdekes, mert amúgy szerintem megoldottuk, hogy ne tudjanak ide már eljönni, nem? Úgy tűnik Lancelottal szövetkeznek, vagy fordítva, különös idők ezek, folytasd. A pataknál az átkelőt alaposan védik. Láttam néhány nyárőröző katonát itt-ott, de el lehet őket kerülni. Hogy juthatunk át a túloldalra? Kardérre hányni azokat a nyomorultakat, vagy elterem a figyelmüket, és te átsúszhatsz. Kell egy elterelés. Rendben. Amint az átkelőhöz érsz, elterelem az őrök figyelmét. Mit hallottál Sir Lancelotról? Senki nem tudja, hogy hol van Lancelot. A trubadúrját bízta meg, hogy vezesse a tanács lovagjait. A döntés miatt volt is homlokráncolás. Úgy hívják a nyomorultat, hogy Ruprecht. Ruprecht. Érdekes. Szóval Lancelot trubadúrja a faluban van. Valóban itt szállásolta el magát a kíséretével, tegnap éri Tivornyát piheni ki. Több embert szeretne toborozni. Élve kell nekünk. Amint átérsz a túloldalra, újra találkozhatnánk. Aztán előcsalogatom a te énekes pacsirtádat a fészkéből. Rendben, gyerünk. És utána megfenyegetem Lancelotot, hogyha nem jön elő, akkor levágom a trubadúrját, és amikor előjön, akkor meg levágom őt is. Lehet, hogy valami ilyesmi lesz a küldetés megoldása. Én kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. 47, 1-es mentés következik. Mondom, 47, 1-es mentés. Így. Sok felé kell mennünk, de összességében nem vagyunk összeszarva. Bajt érzek, futás, mondja ott a srác, és elindul. És csak oda, ott van egyből a kincsünk, oké. Van egy csomó távolsági egységünk most a csapatban, akivel reménykedek benne, hogy hát sikeresen végrehajtjuk majd a küldetést. Ó, oh, aha. Na te ki vagy? Ezt mit csinál ott? Begyújtotta ott, de idáig kellett eljönnöm, hogy ezek az őrök innen eljöjjenek és... Katonák, nézzétek! Valaki felgyújtotta a termést! Találjátok meg az elkövetőt! Aha, és akkor ezek elindulnak innen. Értem! Na várj! Akkor ezek most elmentek oda, akik ott voltak eddig. De én ezeket meg akarom ölni, hát biztos, hogy utánuk fogok menni. Hiába az elterelés meg minden. Rá fogok én még menni arra. Itt lehet bent kincset találni, hogyha jól sejtem, mert megkérdezte valamelyikük, hogy mi ez. Aha, ott van egy láda már is. Szávasz, jó napot! De mi ezek... De ezek nem vágják, hogy én itt most... Jó van, hát én most nem fogok itt izni. Arcoskodni? Hát majd, hogyha jönnek, akkor majd levágjuk őket egyébként, meg hogyha sikerül gyorsabban véghez vinni a küldetést, akkor gyorsabban véghez visszük. Egy kék potit szedtem fel innen, az eléggé ritka. Szerintem nem olyan találtunk még kék potikat. Legalábbis nem emlékszem, hogy kéket találtunk volna bármikor. Itt van egy bonfire. Na, itt van már is egy egység, ami... Testvérek, Camelot despotái itt vannak. Védjétek az igazságosak tanácsát, mondja. Szarok én rád, ma jó, felgyújtalak, te szemétláda. Ó, Merlin, te mit csinálsz ott amúgy? Várj, innen is jönni fognak. Hát Merlin, nem a legjobb helyre sikerült neked beállnod talán, nem? Vagy hogy érzed? Jó lesz ez így? Szerintem tolunk vele egy teleportációt ide. És akkor meglőjük ezt a hármat. Na de Ivén. Ezt meg tudod ölni? Megám. Hátba szúrásba nyomta egyből. Utána pedig akkor overwatchonunk vele, mert ő arra lesz való, hogy ezt a képességet erőltessük rajta. Sir, erekció. Azt nem találja ott a távolban, sőt, ezt sem. Hátba lövi ezt a rohadékot, jó? Nem három, arcba lövi, bocsánat, háromszor. Azzal egészen véletlenül eltűnt minden armor róla Mordred, de hát, hogy nem is használja még a láncvillám képességet, hanem egyből rámegy pajzsrohammal arra a szarra. A tanács lovagja, a tanács csicskája. Be kellene gyújtani, nem? Én úgy érzem, hogy nem ártana azért annyira, hogyha ezek égnének egy picit. Jó, ez begyulladt, az az armor miatt nem gyulladt be, tömeges védelmet kasztol. Szóval erekcióval egy lassító átok kimehetne akár. Ott még lesz egy íjász. És még egy vérátok is mehetne szerintem. Menjen erre a tanács lovagra. Vérzik is, ég is, minden rendben van. Csapkodjuk meg egy picit, jó? Jó, rohadt sok HP-d van amúgy. Van veled. Ez normális, hogy ennek ennyi HP-ja van? Mondjuk mindenkinek elég sok, hogyha jól nézel. Na mindegy, jó lesz az így, nézzük.
szép égések mennek vérzéssel mindennel. A fedezés és támadás 33-at vert, az egészen szép volt. Szép kitérések mennek. Ó, hátulról, oldalról, mindenhonnan megérkeznek. Na, ez mondjuk a távolsági... haver. A távolsági egységeknek ez most éppen nem fog kedvezni, hogyha jól sejtem. Erekció bár azért hátra tudja őket még lögdösni. Tehát, hogy aki eddig eljött, az takarodjon már vissza. Ez a falnál áll. Hát, haver. Tüzes robbantás ide, az mehetne. Ide meg menjen egy lassító átok szerintem erre, nem? Vagy ezekre, mert itt állnak és egymás mellett állnak, nem? Ez így jó lesz. Egyet lelassítunk. Egy jó vérátok menjen a kis számszerkulára. A vérzés 13, tehát két körön belül meg kell neki halnia. Ivén, hogyha ide jönnél, vagy meglőved azt, és akkor meghal. Nem kell neked itt lövöldözned Ivényt. Figyelj Mordre, csinálj légy szíves egy frankó kis láncvillámot. Így. Eddig szuper, nagyszerű. És azok nem nagyon képesek támadni ott a bonfire mellett. Én azt mondom, hogy nyomunk egy overwatchot így erre felé. Merlin pedig akár arcon is csicskíthatná ezeket a srácokat itt. Az a kérdés, hogy Ivénynel mit tegyek? Hogy csináljuk? Mint legyen ez? Szerintem fedeznie kellene, de azt mondja, hogy 3 egységet képes fedezésből támadni, ugye? Hát nézzük meg azt, hogy mi lenne, ha hátrafelé nézne akkor. És akkor Merlin meg előre támadna. Egy tüzes sárkány véletlenül elszáll erre. Szép damaga lesz abból még. Az egyik megüti a másikat. Erről véletlenségben egy hollóra is itt betámad. Levéve az armort, utána még egy illúziót fogunk kikasztolni szerintem ide. Oké. Készen állunk. A lassítás nagyot megy. Hogy gyönyörűen mennek le a HP-k. Hoppá, egy hárítás. Hoppá, még egy. Beszarsz, hogy mit nyom Ivén. Fedezések történnek, az a következő körben el fog hunyni. Mi ez itt? Ja, hogy ezek itt most átmentek, tehát ide nem léphetek, mert akkor megütnek. Hát de megölöm őket azonnal. Mit képzelnek? Hát, de itt hagyom őket a francba, és két körön belül el fognak égni. Soha nem fognak elérni hozzánk. Jaj, hát teljesen elhitték, hogy ezek nagy arcúak. Szia, Ungarmonik, jó pihenést! Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és még egyszer köszönöm neked a támogatást. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. 6 darab AP, 2-t visszalépek. És azt mondom, hogy... Csapjon beléd a villám, te rohadék! De azok úgyis elégnek. Nincs értelme ott maradnom. Ivén akár fedezhetne tovább is. Mert miért ne? Erekció meglőhet 3-at. Így. Azok menjenek szépen hátrébb. Egy jó lassítás kipördül oda is. Jó éjszakát mindenkinek, aki már nyugovóra tér mára. Ide lépnék, akkor innen. Ezek miben vannak? Vissza tudnak támadni vajon? Nem tudnak, nem? Na, hogy lesz ez? Tehát, hogyha itt vagyok, akkor ez a hátsó, az nem csak hogy megégne, de bele is állna abba. Az szintén kapna egy szépet. Az kár, hogy nem tudom megbántani. Menjen ebbe így. Jó. És még egy elmeköd is megbánthatná egyiket másikukat. Leginkább mondjuk talán úgy volna jó, hogyha ez verné a haverját. Na lássuk. Tudok lúterre sütni. Oké, rendítsek. Bank csapda? Életemben nem hallottam még róla. Az egy szép fedezéses támadás volt. De nem ért túl sokat. Mordred itt hagyja ezeket, ha elégnek, mire hozzáig elérnek. Ez az átok kontra égés kombó, ez nagyon-nagyon vicces. Hát nagyon-nagyon gusztustalan. Ugye még egy rá is mehetne akár egy pajzsrohammal. Az van, hogy az viszont, aki ott áll, nem tudom, kipróbáljuk ezt a tűzfalat, jó? Mert eddig nem nagyon szórakoztunk vele. Nézzük meg, hogy milyen égést okoz. 10-es? Jó, teljesen jó. Én nem szarakodok itt ezzel. A 10-es égés, az nekem köszönöm szépen, elegendő lesz. A hollók kiszállnak. Az illúzió visszajött. Többen meghalnak, a tűzsárkány véletlen erre elszáll megint csak.
és akkor ez is megvan. Még sincs este. Szerintem többen nem jönnek már. Ebben a körben mindenki elégett. És befejezés. Viszlát. Loál. Nem tehetek róla, hogy felgyújtottam mindenkit. Muszáj volt tennem valamit. Ez egészen jól jött ki szerintem. Egész jó irány, hajrá! Hajaj, mindjárt leleplezik Szeriszt, amint cosplayben táncolt. De te ilyen izéket csináltál, nem? Te ilyen brutál cosplayeket, ilyen nagy armorokat, meg mit tudom én, az rohadt menő ám. Én azokat nagyon tudom ám becsülni, akik ilyen sokat tesznek bele egy-egy cosplaybe, tehát nem az... Jó, persze, nyilván a kisebb ruhadaraboknak a kidolgozottsága is nagyon kemény és durva folyamat tud lenni, hogy azt úgy valahogy rekreálni tud, nem ezt mondom. De azok a nagy, brutális páncélok azért az... Nehéz páncél szigilumot kaptam közben 43 goldal. Másoknak csináltál propokat? Mi az a prop? Az ilyen... Lehet az a prop? Ott van valami kincs. Oda be kell mennünk. Kellékeket? Ezt még így nem is hallottam, hogy prop. Az minek a rövidítése? Nincs ide eldugva valami az erdőbe? Hát nem nagyon. Szerintem ez egy rövid küldetés lesz amúgy. Én úgy sejtem, figyelj. Itt még van két fight, három. Ezek itt nem tudom, hogy mit csinálnak. Mászkálnak gyakorlatilag. Nagyon nagy figyelmet nem kell talán rájuk fordítanom. Örvendjetek, Camelot uralma hamarosan véget ér. Sir Lancelot a nap nép bajnoka. Júj haver. Suklom, de most utána megyek a talpad elverem. Szöggel kivert papucsal. Ilyet mondott, hogy Lancelot az új úr. Megtalállak még, ne félj attól. Kis szarházi. Itt volt bent a kincs, ugye? Ott is van. Tele van az egész falu kincsel. Úgy kifosztam. Egy kék tekercs. Wow. Mentsünk egyet? Mégis fájt után vagyunk. A 47-2-es mentés történik meg. Kellék páncél, fegyverek, ruha, díszek. Egyszer csináltunk 3 méter fesztávú arkangyal szárnyt igazi fosztott libatolból. Az igen. Az tényleg gyönyörű lehetett. Nem semmi. 3 méter ráadásul. És akkor mentél a kocsival, és akkor mondtad be, hogy kacsatollat, libatollan, hagyatéktollakat. Megállni ott? Mondjátok a neveteket, idegenek. Száműzött lovagok vagyunk. Azért jöttünk, hogy csatlakozzunk, az igazság. Nem. Nem a te dolgod, az állj félre, te paraszt. Mit mondtál? Adjátok fel fegyvereiteket, vagy halálrátok. Gyertek, vegyétek el őket. Valaki szívni fog, bizonyám. Szava, 1, 2, 3, elsütések. Nézd meg, a sok rágja ki a szívét éppen. Én azt mondom, hogy a halálos átok valahogy az csak kipattan onnan. Mit ad Isten? Szerintem meg is öljük. Még jó lenne akár egy jó stigma is erre, mert akkor sebezhetőség az rámenne. De tudok-e jól irányzott két lövéssel gyilkosságot intézni rajta? Minden bizonnyal tudok, igen. Mert hogy itt kap egy 42-eset, utána Merlin azt mondja, hogy beteleportál ide, és megöl mindenkit a szarba. 1, 2, 3. Az is elég, jövünk vissza hátra. Szerintem itt már nagy dolgokra nem kell számítani, de azért még maradjunk Overwatch-okban, jó? Ki tudja alapon. Vagy ez ennyi volt ez a fight? Ezzel nem tudom, hogy mire gondoltak. Hát ez mi volt ez? Hát ezt el sem mentem, mert az olyan... De azért elmentem, mert... Ez a 47-2-es, tehát ez... Ezt nem értettem igazából, de 10-szer ennyien kellettek volna lenni ahhoz, hogy... Hogy legyenek ahhoz, hogy nagyobb gondot tudjanak okozni. Itt jöttünk be a disznók mellett. Szerintem itt érkeztünk meg a misszióra, csak nem tudok... tájékozódni. Dunnákat, párnákat. Kacsatollat, libatollat, hagyatéktollakat. Csak az egyik oldalon mászkálunk, a másikra még át sem mentünk. Pont vidéken nyaraltunk, amikor elhajtottunk egy libafar mellett. Bementünk, megkérdeztük, hogy akad-e toll, valami potom pénzt kapunk 3 szatyorral, csak nekünk kellett kitakarítani a tollszárnyakat. Aha. Hát, mit? Tollszárakat? Tollszárakat, aha. Hát az biztos izé...
művelet lehetett. És akkor mit csináltok? Kifőztétek? Szevasz, Kven. Szerintem főzéssel biztos, hogy hamarabb megoldódik ez a dolog, nem? Vagy azt nem szabad? Én úgy sejteném, hogy az lehet a megoldása. Az a baj, akkori barátnőmmel készítettem sok mindent, minden fotón őszerepeit nem tudok megosztani semmi képet. Ja, értem, persze. Meg hát eleve, ki a fene akarja látni az exeket? Nem azt mondom, hogy pusztuljanak, de hát mégis ki akarja őket látni. Ó, nézd, egy küldetés. Ott áll bent egy csicska. Forró vízben tisztítottuk az exeket. Hát, azért az elég háci. Mit ne mondjak, elég durva gitaláció, de látom amúgy a miértjét. Egyenlőség és szabadság mindenkinek, le a kerekasztal zsarnokságával. Hát, itt nagyon sok fej fog porba hullni szerintem ezen a helyen. Hát, mi ez, hogy Lancelottal vannak a csicskák? Nem akarok lógni, kérlek. Te is Lancelottal vagy? Mert akkor téged nem váglak le onnan, majd visszajövök, amikor már lógsz egy ideje. Felveszük ezt a ládát, mert ki tudja, mi van benne. És nézd, lehet, hogy innen lehet bejönni ahhoz a küldetéses fickóhoz. Na te ki a fene vagy? Lehet, hogy adni akarsz nekem egy képességpontot? Tényleg el kell adnom egy ritkaságot, vagy az uzsorás megvered. Milyen tárgyal kereskedsz? Rengeteget ér, anyám sírjára esküszöm. Rendben, vállalom a kockázatot. Kifizet 180 aranyat. A rúna távolsági fegyverekhez. Hát ez körülbelül annyit ér eladásba is talán. Oké, köszönjük, viszont látásra. Ment a démon űzés. Hol? Ezek itt állnak, ezek a csícskák, de hát én ezeket megverem. Nézzük. Ide jöttek megnézni, hogy ki gyújtotta fel a termést. Én meg hátba kaptam őket. Mondjuk ott van egy elég erőteljes lovag, hogyha jól veszem észre azért. Ez a veterán lovag, ez valami fura egy. Mit csinálsz? Normális vagy? Tűzvihar? Kapsz olyat mindjárt. Szeretnék csinálni egy frankó láncvillámlást. Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4. Jaj, de szép damage-ek mentek. Na, erről beszéltem, látod? Kettő esetében is dupla sebzés történt, és 54 HP-juk maradt a 125-ből. Na, ez szerintem eléggé rendesen meg lett így már csinálva. Forró vízben tisztította az exeit, és akkor ott... Ja, hogy akkor ment a már nem maradok itt minden jóságról, nézd meg. Megértem. Van, hogy olyan tisztátalanok tudnak lenni, hogy megérdemlik. De frankón. Egy lépéssel, két lépéssel előre menve lehetne azért ott még jóságokat okozni. De neki is mehetnék egy pajzsrohammal egy lépéssel odébról. Nem megyek neki. Inkább megölöm őket. Nézd csak, ide jössz és... Innen kellene állni ahhoz, hogy lelőhessem azt az íjászt. Hát akkor rám jön, azt megver, hülye vagy. Hát ezek sehova nem tudnak lépni, ezek csírák. Ide álljunk be, így. Így inkább. És csináljunk akkor ilyen fedező őrületet. Ivén nagyon komoly fedező őrületeket fog tudni csinálni hamarosan. Hogyha ide lépnék vele... Nem akarnak összeállni, az a baj, nem tudok egy szép sárkányt áthúzni az arcukon. Pedig nekem minden kellene megcsinálnom ezt. Teleportáció lesz akkor. Nem akarom, de megteszem. 1, 2, 3. Ki volt ez a nyenyec hang? Hallottátok a jércet a bokorba, hogy megugrott? Az igen. Na várjál, mert most ez azért lett szar, mert ellőttük őket jó távolra. És ráadásul nem is tudom őket onnan bántani. Ott ugrott a nyenyec, abban a pillanatban nyenyec volt. Ezek most olyan szépen összeálltak, hogy akár egy szép tüzes robbantás verhetné ki a ragyát az arcukon. Szeretnék egyel odébb állni. Csinálni egy tüzes robbantást erre a kettőre. Hogyha már nem akarnak égni, akkor valahogy próbáljanak meg azért. Jó, tehát az égés az most már az úgy meg lesz. És akkor ennek eltépem az armorját véletlenül. Úgy is van. És jönnek hátra a mágusok. Mennek előre, jönnek hátra. Jó lenne egy jó stigmát kitolni valamelyikbe, de most nem fog ez menni. Ivén pedig készen áll mindenre is. Na lássuk, mi lesz így. Gyönyörű égések, egy igazi tűzvihar, fedezéses támba... Nem jön más közelebb? Nem, ki kell állnom ebből a kutyakakából. Erekciónak a legszarabb nyilván. Neki messzire kell mennie. Ivén ide lép átlósan, nehogy jó legyen véletlenül is. Számszer
íjászt kellene valahogy megölni, nem? Vagy átütő? Nyíl zápor? De a kórház? Célzott lövés? Szar ez mindenhogy. Mert az eleve elég ott mellette. Lehet, hogy meg kéne maradni annál, hogyha nagyon lépegetni akarnak, akkor kapják a tamagét. Mordred meg képes volna arra, hogy egy villámmal megakassza itt a támadás folyamát. De nem fog ilyet tenni szerintem, nem? Ha szépen le van stunolva, az nekem köszönöm szépen, bőven elég. Jó lenne, hogyha itt ugrálnának a madarak örömükben. Vagy hogyha elhúzna igazi sárkány erre felé is. Ez itt egy mező, kettő, három, négy, öt mező. Ezt megjátszom. Hátulálló számszerköcsök azonnal meghalt, a hülye haverja is le lett radírozva a térképről. Itt már túl sok látnivaló talán nem lesz. Magas rangú őr, meg a seggem. Na figyelj, ebbe rámegy a hollóra, ide. Utána átugrik a másikra, mert megöli, ugye? De hogy öli? Hectornak még ki kell állnia innen, tehát ő nem maradhat úgy. Balrább megyünk Merlinnel, Merlinkével, és akkor erekció meg valamit rápróbál még, mert nagyon szomorú itt most már, hogy ez így alakul. 1, 2, 3, 4. Nem tudod hátrébb ugrani. Belefér ez így, nem lesz ebből baj. Ivény pedig egy támadásra még jó lesz talán. Az ott el is égett, ide a madarak beugrálnak. Fedezéses támadás? Hát lelőttem róla valamit, láttátok? Hoppá, de szép, hogy még egy egységet támad. Még ha az IASZ is bejönne, azt is megtámadnám, de nem fogom. El kell intéznünk úgy, hogy erekció, lőjön ide kettőt, hogy lejöjjenek a páncélok, az menjen hátra. Na és mostantól támadhatóvá válik a veterán lovag, akit szerintem egy stigmával fogunk itt még megajándékozni. És akkor így már viccesebb dolgokat is ki lehetne hozni ebből az egészből. Egy meteor bánthatná meg őket esetleg. Szép meteor támadás, levenni az armorokat, Mordred hülyére verni. Vagy megpróbálhatnám begyújtani is esetleg, mind a kettőt. Jó, bejött, oké. Ivén is megy és nyomja. Most vagy fedez, vagy nem. Ennek nagy a távolsági őrülete, úgyhogy egy lassító átok azért rámegy még. 6%-ban áll csak ellen. Hát ekkora átok intenzitással nem igazán tudnak mit kezdeni. Mordrednek meg itt... Nem is tudom. Támadni nem fog tudni. Ez biztos, hogy nem fog tudni. Mordred arcába beállhat. Akár azt is megjátszhatom, hogy fedezek egy nagyot. Így. Meg vele is. Nem kell nekem állandóan mindent megvernem. Illúzió. Az így jásznak hátul? Nem tudom. Elmeköd? Annak sincs sok értelme. Nagy a mentális gyengítés ellenállása, úgyhogy dermesztés hatása alá kerül. Csicska vagy, és csicskának is születtél. Még egy illúziót is lerakok. Na, nesze, vigyed. Igazából kiárt volna neki a forró víz, mert meg a démonűzés is. Mikor vendégségben voltunk koszpélyes házaspárnak, közelebbről megismerkedett a házigazdával, mint az erényes lett volna, akkor jöttem ki az egész közösségből, hagytam abba a propkészítést. Koncentráljunk Mordred kalandjaira, ez nagyon gusztustalan sztori volt. És nagyon sajnálom, hogy ilyenen kellett keresztül menned, de hiába. Azt mondják híres amerikai zenészek, hogy a nők lelke bizony a pokolban kovácsolódott. Én csak mondom, csak idéztem. Híres zenészektől. Ezt egyébként pont a növény Robert énekelte. Lassítás képesség. Wow, egy hihetetlen hárítás. És a hátsó íjász meg, hallod, azt se tudja eldönteni, hogy most jöjjön, vagy ne jöjjön, vagy mi lesz vele. Hát szerencsétlen Merlin szerintem oda teleportál mellé, aztán megöli. Hát, ez nagyon konkrét az a csávó. Ez egy ulladj meg. Síra. Ja Istenem, ez meg ide jött be egyből Mordred arcába. Hát ide-oda verik. És az meghal így. Oké, hát köszönjük szépen a lehetőséget, megint nem sebződtünk. Én nem tudom mi van, de olyan OP ez a csapat így ebben a felállásban, kizárólag távolsági egységekkel, hogy ettől OP már nem nagyon lehet. Nem tud semmi elérni hozzánk. Mindent hátra taszajtunk. Mindent lassítunk. Mindent begyújtunk. Mire odáig elérnek, addigra elégnek. Rohadt menő. Tetszik ez az egész. És Ivénynek is elég érdekes most ez a fedező őrülete. Ezek kik?
Meg kellene itt állnunk? Nos, így vagy úgy, de ide értetek, lovagok, kitűnő. És mi lesz most? Most elcsalogatom a kis madárkádat egy félreeső helyre, ahol dalolni fog neked. Mi a terved? Biztosan jól őrzik őt. Az az ember hiú volt, mint egy páva. Néhány édes hazugság szolgált készen követ majd utána. Tedd, amit kell, Bursza. Majd ott találkozunk. Nagyon más stílus ez a dupla mágus felállás, mint a megszokott fekete rólag Bélin-féle mély lesz. Igen. Abszolút máshogy működik, de jól működik. Hol van az a hölgy? Hol van az a titkos hódoló, akiről beszél a szolga? Csak még egy kis türelmet, könyörgöm. És Mordred fog berontani? Ó, Jézusom. Hát ez nem az a titkos hódoló. Ti kígyók, nem tudjátok, hogy ki vagyok én? Megfizettek ezért? Mondja Ruprecht, a csicska. Te vagy Ruprecht. Sir Lancelot talpnyalója. Ó, Istenem, a kerekasztal lovagjai. Megadom magam, Lancelot nagy váltságdíjat fizetne értem. Az életed semmit sem érte, ostoba. Nem beszélek, figyelmeztetek, engem már kínoztak ám meg. Kínzás, mi? Igen, egy pincébe zártak bor nélkül napokra. Akkor hát néhány eltört új nem is zavarna, mi? Rendben, elmondom, hogy hol bujkársz. Blablabla. Szevasz, old good gamer, üdvözöllek, mi a helyzet, hogy vagy? Elmondom, hogy hol bujkál Sir Lancelot? Esküszöm, ó Istenem, mit tettem a tanács? Csak úgy feladod a mesteredet. Tűnj a szemem elől, elengedjük. Az egyes gombbal. És itt legyen, nem kell aggódnod. Megölöd. A kettes gombbal. Nem, tudod mit, fordítsuk meg. Megöljük az egyes gombbal, és elengedjük a kettes gombbal. Szavazzatok, én úgy lecsapnám, mint a büdös szar. De hát, ez egy zsarnok végigjátszás. Zsarnok döntéseket kell hoznunk. Mondjátok, melyik legyen szerintetek? Szia, Savi, jó estét! Hogy vagy? Mi a helyzet? Felébredtél? Azt mondjátok, vágjuk le? Hát most miért? Barkotta, te nem dolgozol holnap? Meg is öljük! Halálra áll, ordítják a cseten. Itt nem volt kínzás. Itt minden volt, csak kínzás, nem? Ez a kis falusi séta, egy igazi kalandák kerekedett, jó lovagok. Mit akarsz? Ha elégedett voltál a legszemélyebb szolgáltaimmal, örülnék annak a kövér erszénynek, amiben megegyeztünk. 1000 aranyat! Fuck no! 1000 aranyat én nem adok neki, az szóba sem jöhet, nem. Te csak egy paraszt vagy, aki nem érdemel semmit, nem fizetsz. Ez az egyes gomb. Mit szólnál? Egy méltóbb jutalomhoz a munkádért megölöd a kémet. Kettes. Én nem kértem. Én nem kértem, hogy kémkedjen nekünk. Az egész várost hülyére vertem volna egyedül is. Ez meg itt azt hiszi, hogy ő okozta a nagy sikereinket eddig. Vágjuk le Bursát. Amúgy talán halált még nem érdemel, mert egyébként leleményes és jót akar. Ti megölnétek mindenkit? Mordred ekkora egy zsarnok vállalt? Úristen. Hát, hogyha azt mondjátok, hogy ez a kettes, hogy megöljük, akkor megöljük. Szerencsétlen, egy kicsit most sajnál. Na, őt sajnálom. Ez erős. Te azt mondják, hogy ne fizessünk. Nem, mert az elsőt azt nem, mondtam, hogy ez nem. Nem. Az, hogy fizetek 1000 aranyat neki, az fixen nem fog megtörténni. A kettes, az így a gyilkosságra ment le. Érted? Tehát így tolódtunk egyet lefelé. Ide be lehet jönni? Lényegében nem zsarnok, csak bűn és bűnhődés elvén kapnia kell. Azért, mert elárulta a helyieket azzal, hogy nekünk kémkedett, és akkor ez a büntetés járt, érte? Na, itt van egy jó kis shrine. Nézzük már meg, mi ez. Páncél visszatöltés. Hát egy darab hiányzik Mordredről, tehát... Hát ezt most így nem fogom felvenni, szerintem. Itt van még valami kincs. Aha. Itt van valami őr. És nekem ide kell lemennem. Mindjárt vége van a mai második missziónknak. Ez nagyon rövid volt, ez a két küldetés. Lehet, hogy inkább egy misszióba mentem majd a vodokat tekintve. Bár azért nem olyan szar az, hogyha szeparálva vannak, mert hogyha valaki keresi, általában úgy szoktam a vodokat feltenni, hogy a küldetés neve az egy vod. Tehát, hogy egy misszió egy vod, és akkor a küldetés az
neve az elárulja, hogy melyikben melyik van. Tehát, ha valaki azt akarja megnézni, hogy én hogy játszottam még, akkor egyből megtalálja. Egyszerű emberek a tanács dolgai és szíli tündérek. Egymás mellett kellene harcolnunk és zsarnokság ellen. Jó, és akkor most egy... Tehát, hogy ellenünk akarnak harcolni, az... Szíli Lord, a hajnalt... Aha. Értem már a problémát, és valós... Valós ez a probléma. Milyen egy erekció? Ki jönne ide? Rálőne hármat, mert elég kellemetlen az, amit ott éppen csinálni akar. Meg is kell, hogy átkozzam. Legyen egy kicsit lassabb az a csíra. Ott hátul az az íjász, az nagyon-nagyon nem néz ki jól. Az nagyon-nagyon kellemetlennek tűnik. Ráadásul az egy hajnaltörő. Együtt vannak. Együtt harcolnak ellenünk a szemétládák. Hát egy tüzes sárkányt nem tudok lehívni ide rendesen. Nem, még előrébb kell, hogy jöjjenek. Azt mindenképpen később fogjuk megjátszani. Előrébb megyünk egy lépést Merlinnel. Egy hollórajt kérek oda a hajnaltörőre. Maradékkal meg megpróbáljuk ellökdösni az enemiket. Egy picit hátrébb. Majd a szép lett volna, ha be tudom őket gyújtani, de nem lehet ilyen nagy armor mennyiség mellett gyújtást okozni az ellenségnek. Azt kellene, hogy elintézek erre így egy ilyet, és ha tovább ugrana a villám, pont nem ugrik tovább, az már nem jó. Tehát úgy kellene, hogy azokat a kis csírai jászokat, azokat öljük meg valahogy. És hogyha innen csinálnám, hát akkor sem állna közelebb a második célponthoz. És hogyha onnan átugrana, na várjál, ide sem ugrik át. Szar ez a láncvillám, hát nem jó semmire. Hát még így sem ugrik át. Nem lehet egy értelmes láncvillámot elnyomni. Mordred? Nem hiszed el. Hát akkor én ráhívom a villámot erre, aztán... Azt a büdös mindenit hallott, beszakadt a csávó koponyája. Ez igen. Jó. Hát nem kell nekem állandóan nyernem, amúgy veszíthetek is. Levehetném az armorját ennek a szarnak. Mégiscsak meg kéne próbálni valahogy begyújtani. Ott egészen szép a magasrangú őrön a damage, de ennek a tanácslovagnak szerintem egy halálos átok fogja majd elintézni a dolgát. Egy jó lövés után elvehetjük az összes HP-ját, de mi lenne, ha tüzes nyilat kapna? Mennyi az égése? 14, 3 körön át. Az nekem elég, köszönöm szépen. 14 égés, 3 körön át, az teljesen jó. Még oda szeretnék egy ilyen kis királyvérzést is. Merlin jön hátrébb, Mordred pedig jön előrébb. Na lássuk, mi lesz ebből. Az lenne a cél, hogy mindenki Mordredet piszkálja, ugye? Kicsit felgyorsítottam, bocsánat, itt a lépéseket. Ajj, micsoda hárítás. Oké. Ezt el kell, hogy intézzük, amelyik itt van. De azt nem tudom, mennyire lehet megoldani, hogy a láncvillám elkapjon egyet-kettőt. Nem, mert beálltak a fal védelmébe. Amúgy nagyon ügyesen csinálták meg. 1, 2, 3, 4. És akkor lerángatjuk a célpontokat Mordredről. Véleményem szerint ez fog történni, igen. Ennek kell történni, ez hátba lesz lőve. Ivén oldalba kaphatná akár. Azt az íjászt nem is tudjuk ott ellőni, nincs más. Csak ez. Így szépen. És akkor utána átütő lövésed van, de hogy van? Pénisz. 48-as lövés, menjem. Úgyis elégetlek, hogy meglátod, úgy fog égni a HP-t lefelé. Lehetne egy szép tüzes robbantás valahová, csak az a baj, hogy ide... Hát itt lenne király, de ide nem rakhatom le. Akkor menjen ide. Mennyi armor égne ott le. Wow. Jó, ez tetszik, ez szerintem ez frankó. Ide meg egy lassító átok is befér. Mordred hátrafelé fog verni egyet. Visszakapott egy AP-t, előrefelé néz. Merlinnek el kell ezt itt vernie, a többit be kell gyújtania szépen. Mármint ennél szebben, mint amit most csinált. Így hátrébb is lettek tolva. Rohadtul nem tudnak támadni. És 26-os égés van rajtuk. Ez itt meghalt. Mordednek ki kell tankolni a tanácslovagot. Szerintem készen állunk. Még egy vérátok is mehet valamelyik csírára. Mondjuk a számszerű jászra. Kis... sajnálóseggűre, kis szorjesz íjászra.
vagy bánóságű, az még jobban hangzik. Itt szépen mindenki fészel arra, merre kell, mehet. Ott a madarak is kiment. De most mit verdesed? Normális vagy? Milyen dárdahajítások történnek? Hát jó, Mordred azért kapott egy-két csapást. Nem mondom, hogy nem kapott. Amikor nem kap, általában az nem ilyen szokott lenni. Itt véletlenül elszállhatna egy meteor. Afo! A nyárlovag és a Sealy Lord állnak akkor még itt. Jó lenne, hogyha valamelyik megtámadná a haverját, nem? Tehát egyik a másikra menne. Ezt egy jó elmeköltel lehetne megoldani. A nyárlovag rá fog menni a Sealy Lordra, aki meg ugyanúgy egy egészen király kis távolsági egység. Az ott tehát meghal, erekció azonnal elkezdi. A maradékot is lassít, nem is kell lassítanom, hát mindegyik le van lassítva. Nem tudom, hogy az átkok mire szolgálnak itt ezen. Ezen magasságban már, ez menjen ki így. Jó, az armorok eltűntek. Ugye le is lökhetném talán a lábáról. Ez így megvan. Nem fogom tudni most megölni, de próbálunk egy villámot rakni bele. Akár még a villám is jót tenne neki. Magasrangú őr csicskítása. A Sealy Lord is kaphatna, na az is funny lenne. Tanácslovag nem tetszik nekem, ez mit csinál? Várjál. Gyógyítása van, 100% vitalitás gyógyít. Meg a kis seggemet azt, na szevasz. Nem fogsz te így gyógyítani semmit. Te majom. Pajzsromot ráverem. Így még egy jó 32 oda bent, véletlen volt. Megszaladt az az új. Ide lehet lövöldözni? Ivén. Már pedig te fogsz lövöldözni, hidd el nekem. Beáll az ő úgy oda, itt már más nem csinálunk, erekció kitolt mindent, készen vagyunk. Nézzük, mi lesz az enemy körében. Ja Istenem! Hogy meglőtte Ivén? Hát meg akarta ütni a haverját, aztán meg... Nekem tetszik ez a fedezéses támadás őrület. Tök vicces, mert megrandomizálja egy kicsit a fightok alakulását. Sir Hector azt mondja, hogy véletlenül elszáll a HP-ja a tanácslovagjának. Senki nem tud... ahogy milyen betegség ütötte fel a fejét az ellenség soraiban, tehát csak megtörtént végtére is. Ha innen elkezdeném húzni a sárkányt, akkor lol. Ez egészen érdekesen alakult. 31 ég és a 31 HP-ra. Hát akkor Mordred még rá is mehetne valamire, nem? Vagy mindenképp össze kell ezt várja? Nem kell. Ez el fog égni. 31, de jó, mondjuk még lehet, hogy felgyógyíthatja magát, csak szerintem az égés hamarabb jön be. Be lehetne gyújtani a Sealy Lordot kapásból, menjen is háromszor. Amúgy sem tudom, hogy pontosan mire kell vele kapcsolatban gondolni. Mit akar ő még ott megvalósítani? Egy jó lövés, most már itt ténylegesen látszik ott a halál. Egy másik lövés megy oda. Az öreg erekció, meg nem tudom. Most már lankadhatna egy kicsit. Egy jó lassító átok ezekre. Következő kör. Ja nem, Mordred még nem verte agyon ezeket. Na menjen. Rájön erre is. Kicsi az a damage Mordred. Hát ennél azért többet szoktál te. Hát én nem adtam oda a jó fegyverét a kezé. Hátba szúrta. Fúj, de mocsok vagy. És az, aki is vette Mordred... Aha, ki is vette egy körre. Lesz olyan hátbalövés. És nem gondolta, hogy életben hagyom azután, amit csinált. Az a szemétláda, magasrangú őr, az meg... Hát nem tudom, hogy ki lökhető volna, de kilököm, szerintem. Aha, jó, igen, tehát így már nem tudja folytatni azt a képességét, amit berakott oda magának. Valamilyen nagyon gyökér Overwatch képesség volt, ezért most felgyújtom. Mint a büdös szart. Szevasz! Hát Mordred kapott azért egy nagy pofont az arcába, de hihetetlen módon ezzel vége is lett a küldetésnek. Azonban még az a hátralévő kincseket össze kell, hogy szedjük. Mivel ezek nagyon rövid küldetések voltak, szerintem a harmadik küldetés, mármint hogy a harmadik fejezetben hosszabbak voltak a mellékküldetések. Lehet, hogy csak a jó csapat setupot hoztuk be, én nem tudom, hogy mi történhetett, hogy ennyire meg egyszerűsödött ez a dolog.
Szerintem egy darab voltba fogom elmenteni. Inkább. Haj, ez micsoda? Nézd, ott van egy hihetetlen láda kincs. Nem vagy elég gyors ahhoz, hogy megölj, mondja a valaki. Te lépsz. Hát jó, de most mi ellen lépek amúgy? És merre kell figyelnem? Ide csak nem jön be, nem? Ide nekem kellene beállnom a mágusokkal, hogy tudjanak bántani mindenfelé. Ja, hogy te vagy az? Az utazó? Öld meg az utazót 3 kör alatt. Jó, hát akkor el kell, hogy kezdjem csökkenteni stigmával az armorját. Szerintem működhet a dolog. Miért nem lehet stigmázni? Na azért. Szerintem meg tudom csinálni 3 kör alatt, de mivel? Kell, hogy armort verjek le róla. Amúgy meg távolsági egységről beszélünk. Ide lép az öreg. A következő körben a halálos átokkal elveszi a HP-jának nagy részét, és úgy fogja tudni megcsinálni. Szerintem ez lesz a mi megoldásunk. Még egy jó vérátok is menjen, de ahogy menjen. Lassítás. De akkor meg nem fogom tudni elverni, ugye? De egy Ivén ide jön, és rápróbál a védekezőre. Merlin meg ide fog belépni, így. És akkor egy jó illúziót le fogunk rakni ide. Mordred lép egyet, oké. 3 kör alatt, ugye? Most mit lövöldözöl? Normális vagy? Egy villám. Ide bejövök. Szerintem itt már range-ben vannak egységeink. A villámot akkor kellett volna megcsinálni, amikor a halálos átkot már rászórtam. De eddig jó. Eddig jónak néz ki, szerintem meg lehet akár. Hát nagyon pici annak a sebzése, hallod? Ivén, ettől azért több kell. Célzott lövés. Talán még annak a legnagyobb a damagéja. Nem tudom, lehet, hogy a célzott lövés helyett... Nézzük meg, mennyi lenne az? 190. Ha 2 lövök bele, akkor mennyi lenne? 180. A 2 lövés jobb, mint a célzott lövés. Utána vissza fog jönni a HP-ja. Mondjuk most elég erősen le van szedálva, szerencsétlen. Jó lenne, hogyha bántaná egy hollóraj. A cég is rajta, 32-es. Ezt nem nagyon szeretném megmásítani. A vérzés rajta lesz mindjárt. Igen. Ez hülyeség volt. Most már nem tudom használni az erős ugaramat. Nem fogom tudni megölni. Bár lehet, nézzük meg. Bement a sarokba már megint. Mordred mit fog csinálni ezután? Láncvillámot? Mi lesz ebből? Még egy köröd van. Ebben a körben meg kell, hogy haj. Lezúzta? Mit zúzott le? Az mi volt? Visszajött a HP-ja és mocskos sok van neki. Be kell, hogy menjek rá. Olyan messze van, hogy nem is tudom eltalálni már. Úristen, micsoda hatalmas vének. Nagyon-nagyon szépen köszönöm kedves Mogács úrnak és csapatának, hogy a mi csatornánkat választották, mint ma esti raid célpont. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Mi éppen a King Arthur befejező csatáján vagyunk a mai epizód, mai küldetés befejező csatáján, utána pedig majd megyünk a Discordra filmezni, mert hát azért mégiscsak későre jár meg ilyen dolgok. Nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttetek hozzánk, és meséljetek, hogy mit csinált Mogács úr. Előlökbös és nem segített. Igen, most az biztos, hogy nem. De mindjárt bemegyek az arcába, aztán olyat verek rá. Eddig jó, és akkor most már csak annyit kell csinálnom, hogy... Szerintem meg lesz. Meg kell, hogy legyen. Elégetjük a maradékot, tutira megvan. Mondjuk az még kérdés, hogy ez az egy kör, ez hogy lesz? Ez beleszámolja, vagy mi lesz most? Mert akkor lehet, hogy amúgy kellene egy 10-es robbantás. Az megölné, de Mordred meg benne áll az arcában. Hogyha Mordred odébb állna, megszakítót kapna az arcában, le se szarja. Mert így legalább még önmagát is verte, és akkor erekció meg azt mondja, hogy egy jó 10-es robbantást ráküld. Szavasz Visznát. Ez lehetetlen, mondja az utazó, és ezzel elhalálozott. Mégiscsak találtunk egy mellékküldetést a misszión, amit nem gondoltunk volna, hogy lehet, de van. Rúna van benne botokhoz. Akkor azért lehet, hogy érdemes volna mégiscsak körbejárni itt a környéket. Hát, ha valahol egy elrejtett ládára bukkannék, esetleg benne jóféle relikviákkal, még egy jobb fájt, még a kucsi is magához tért. Mi a fene?
Jó estét kívánok! Üdvít nálunk ma este! Remélem, hogy jól vagytok, és hogy minden szuper nálatok. Sziasztok! Na, még itt van a kincs, az még kell. Nem hagyunk itt semmilyen értéket. 20 gold, az előbb 180-at fizettem valami csicska I rúnáért. Érdekes, hogy egyébként fegyver rúnák vannak a játékban, nem pedig fegyverek. Lehet, hogy így egy kicsit egyszerűbb volt az itemeket ugye megrajzolni. Vagy lehet, hogy azért vannak rúnák, mert ez nem a valóság, hanem Avalon. És akkor ezek hivatottak itt. Mi van ezzel a falusi nővel? Ismerősnek tűntök. Találkoztunk már valahol, lovagok. Félre te gyavarult paraszt, mondhatnám neki. Avalon legtávolibb sarkából érkeztünk. És te mit csinálsz itt? Az igazságosak tanácsának szeretnénk sarcot fizetni. Jó, értem. Még valami? Hát jó napot neked. Mi van? Te, hogy szeretnék nekik sarcot fizetni? Vagy ez azt jelenti, hogy rajta bosszút akarok állni? És hogyha mást választottam volna, akkor... De ez a nő, ez nagyon gyanús nekem. Itt ezzel a nővel még van valami, ez szerintem valami secret dolog, szerintem valami rejtett küldetés. Mindenkinek saját fegyvere van, azt nem cserélgetik, csak erősítik vésetekkel. Ja, értem, milyen igazad van. Szia, Darts! Figyelj, Darts, találkoztam egy paraszt asszonnyal, és nem akarja, hogy meghalljon. Mit kell ilyenkor csinálni? Éppen a végére érkeztél a mai küldetéseinknek, hát nevetségesen egyszerűen mentünk a negyedik fejezetben itt. Jó híreket hozok, ha minden jól megy, kedden érkezik az első szezon a Fomoris mini kampánnyal. Beszarsz. Az nagyon király. Nagyon örülök neki. Azt akkor is lehet játszani, hogyha még nem hoztuk el a... Tehát nem vittük el a gémet az endgame-ig. Tehát mi még szerintem 4 küldetést csináltunk meg a negyedik fejezetből eddig. Egy fő küldetést, 3 mellék küldetést. Ezzel együtt 3-at. Igen, az attól független. Jó, rendítsek. Oké, mindenféleképpen meg fogjuk nézni. Nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz az. Az hány óra tartalom szerinted hogyan kellene belőni a hosszát? Ez a nő ez nem akar megcsicskulni, nézd meg. Valamit rejteget előrünk. Mi lehet az? Hát itt már kutathatok kb. Semmi nem lesz itt. Életpont visszatöltés, de hát Mordrednek ugye olyan sok van, hogy... Még több King Arthur content, de bizonyám. Hát akkor én rányomok szerintem a... Még nem játszottam végig, de 3 nagyobb pálya. Akkor el leszünk vele. Az 3 nap szerintem, vagy 3 este. Kb. 3 óra. Aj, persze, te 50 órára mondtad a végigjátszást is egyébként. Aztán már a 77-ben vagyunk. Minecraft tesztél? Az igen, kucsi. És mit építettél benne? Én már nem hiszem el, amit Darts mond. Elkamuszta itt a játékórákat. Nem amúgy izé. Nagyon kíváncsian várom. Biztos rohadt jó lesz az is. Egy fomori harcos, egy óriás harcos irányítva kell venni majd bennem Mordred helyett. Most azért már benne vagyunk a fomori írtásban. És nézd meg, itt van ez a nő, és nem csinál semmit. Most komolyan körbejártam a térképet, hogy van-e valami, amivel interaktolhatok esetleg? Nem lehet, hogy itt van neki. Szerintem ez az ő kis izé. Apotékáriája, és akkor ide szokott jönni, nem tudom, démont idézni. Újra kezdted, mert kijött az 1.19. A Minecraft már ilyen nagy magasságokban jár, hogy már 19 verziót kapott. Az igen. 4 tált elfoglaló beastmennel kell menni Bélort megmenteni. Ó, wow, na jó. Az akkor tényleg érdekes lehet, mert Bélor ugye az ő istenük, és vele küzdött emlékeim szerint a tó úrnője, hogy beáldozta a sárkányokat, ugye, hogy őt el tudja űzni Avalon világából. Kíváncsian várom. Na de, Darts, szerinted tudok ezzel a nővel valamit csinálni? Mert előbb beszélgetni akart velünk, én megmondtam, hogy jöttem a tanácslovagokat visszaküldeni a köztársaságba, aztán ennyi volt. Akarom ezt a játékot? A PS5-re is jönni fog. Itt a remek alkalom, hogy Darts megmondja, hogy mikor érkezik, de hát állítólag csak nagy erőkkel dolgoznak, de még sehol nincs. Passzolom a kérdést. Na tessék, a büntetés nevű küldetésen a paraszt asszonnyal nem tudtunk interaktálni. Tuti vagyok benne, hogy mást kellett volna neki mondani. Lehet, hogy nem azt kellett volna mondani, hogy vagy válaszolni a kérdésre, hanem azt kellett volna mondani, hogy félre az út volt, te büdös paraszt. És akkor lehet, hogy megtámadott volna minket. Lehet, hogy egy frankó harc is alakulhatott volna. Ki tudja, lehet, hogy átalakult volna egy tündér királynővé. Mi lenne, hogyha itt leülnék? A brief respite for a
Nem, ezek nem válnak akkor sem elérhetővé. Akkor ennyit erről. Faluban voltak emberek, meg itt mászkáltak össze-vissza, de felvettem mindent szerintem. Minden lutat összeszedtünk úgy, hogy húzzunk el innen. Ez egy nagyon rövid küldi volt. A Next Gen verziók még optimalizálás alatt állnak legkorábban évvége. Akkor messze van még. Frugal Knights. Teljesítményt értél el. Az nem tudom mit jelentett pontosan, de örülünk, hogy egy ilyenünk is lett. 10 ideiglenes EP 3 körig használta el, hogy 80% páncélt ad egy körig. Az érdekes. Minusz egy AP költség a mérgező csapdára, plusz 7 sebzés a mérgezett egységek hátba szúrása esetén. Nem, nem annyira nem. Nem. Bár lehet, hogy büdikének jól állna esetleg. Csak ahhoz tényleg kellene mérgezni. Úgy kellene összekombinálni a csapatot. Nyam, nyam, nyam. Ijászoknak lehetne vérző egységek ellen nagyobb damage, fomoriak ellen nagyobb damage, 5 égés damage, arkanistáknak páncéltöréssel, lassított egységek ellen plusz 5 égés sebzés. Amúgy még az is lehet, hogy Merlin kezébe ez egy jobb cumó. 1000 aranyat kaptunk nagyjából, relikvia porból jött, Ivain. Hát nem, nem, senki. Tehát ezt be kéne vinni még egy küldetésre ezt a csapatot így, ahogy van, és akkor lehetne mindegyikre egyen magasabb szintre lépni. Sir Balin súlyos sebekkel tért vissza a vadászatról, mert egy griff levágott fejével. Királyomhoz méltó trófea, mondta a bajnok. Méltó vagy sem, már elkezdett bomlani, szóval gyorsan ki kell találni, hogy mi legyen a véres fejjel. Elfogadom a trófeát. Balin hűsége 2-vel növekszik. Az nagyon jó. És 40% XP-vel szintet is lépett, és benne is van a hűségesben. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király. Wow! Itt vannak a szintlépések, ugye mindenki egy-egy szintet lépett most a kettő nagyon király bölcs a csapatban, akiket sosem használunk kb. Hibátlanul hangzik, addigra pont elfogy a content streamerektől. Tudom majd én magam játszani. Hát igen, egyébként neked most ez így eléggé nem túl jó, hogy mi itt nyomjuk meg mindent, te meg ugye nem nagyon tudsz most így hozzájutni. PC hiányában. Sajnálom egyébként. Az ugrásra tápoljunk rá, vagy... Lehet, hogy az orgyilkos támadás sem ártana neki. Immunissá válhatna a megszakító támadásokra. Az is jó lenne, mert ahogy bemenne, jöhetne kifele. Ez arra való, hogy bemész, kimész. És ezt láttam már Bélinen. Az előbb láttam meg ennek az értelmét, hogy beugrani be tudtam, de mivel nem tudok elég damage-et kihozni belőle, annak ellenére sem, hogy rohadt jó kis cuccaink vannak. Bár lehet, hogy a 15. szintre érdemes volna átpakolni a gírjét már. Tehát, hogy utána ki kéne menni, aztán elrejtőzni még egyszer, ugye? És azt eddig nem olyan tudtam vele megvalósítani. Így pedig lehetséges volna, hogy... ez az ugró támadás is jól néz ki. AP költsége 5. Van neki 9 AP-ja, és utána 4-ért még dobhatna egyet. De utána nem marad az orgyilkos mester. Jaj, de maradna. Mert azt hiszem van neki olyan, hogy gyilkosság után nyer egy AP-t, ugye? Vagy valami ilyesmi van neki. Mit tudom én, azt majd meg kellene néznem, hogy működik. Ja igen, itt van az életerőssége. Hős egy AP-t kap, hogyha olyan egységet terít le, akinek a köre jön. Orgyilkos támadás, fegyversebzés, bónusza növekedhetne, megszakított támadásokra való immunitás. Mindegyiknek van értelme itt. Ez biztos, hogy kellene, hogy... Nem tudom, hogy értelmezzem. Mi az, hogy egy AP-t kap, hogyha olyan egységet terít le, akinek a köre jön? Hát olyan még nem volt, hogy akinek a... Tehát, hogy akinek a köre ment volna. Tehát érted? Hogy jön? Vagy mi? Ez itt értelmezhetetlen. Hát nyilván egy fájtban, ami körökre osztott, mint a sakkban, egyszer ti jöttök, egyszer meg az enemy. Tehát mindig a köre jön a másik teamnek, amíg el nem fogynak. Tehát akkor innentől kezdve azt is írhatták volna ide, hogy egység leterítés után egy AP-t kapsz, pont. Masszív trófea lista, mondjuk a trófeát, moralitási tábla minden 4 sarkáért, több végigjátszás kelljen, dörzsem a tenyerem. Meg is lehet benne csinálni, és szerintem mind a két végigjátszást élvezi az ember. Érdekes lehet az igazságos védelmező is. Keresztény vadállat. Az is rohadt érdekes lehet, kíváncsi lennék egy olyan játszásra. Bélinnek kellene hátba szúrás esetén, sérülékenység is még. Az is sokat adna hozzá.
rejtőzése ki van maxolva. Nem lehet olyat, hogy még több csapdám legyen? Plusz egy aktív, az például nem lenne szar, hogyha ezt is kihúznánk innen. Ellenséges csapdákra lépett deaktiválva azokat 2 AP-t kap, az érdekes. Plusz egy körrel tovább tart a folyamatos sebzés a csapda képességek esetén. Ez akkor lenne jó, hogyha vérzés is okozna az adott csapda. 15% damage, 25-33, tegyük fel 35 sebez. Hát, figyelj, most 4 vérzésbe beleállni, vagy 5-be maximum. Jó kérdés, hogy mennyire érné meg. Én azt mondom, hogy ennél királyabb cuccaink is vannak. Igen, mi van, ha több csapat küzd egymás ellen, mondjuk neked is van szövetségesed, és az ellenfelednek is. Értelek, Csibi Zoli, de nem, eddig nem fordult elő ilyen. Most volt először, hogy Ancilik szövetkeztek a tanácsköztársasággal. Direkt nem akartunk ilyen frusztráló trófeát, hogy rákényszerítsük a játékost olyan moralitásra, amit nem akar, per nem érdekel. Amúgy meg lehet szeretni, mert alapvetően én is az igazságossal mentem volna, óhitű, de igazságos akartam volna lenni. És akkor mondták a többiek, megszavazták, hogy zsarnokok legyünk óhitben. Elsőre nekem is fura volt, meg most is, amikor megöltünk egy szerencsétlen parasztot, egy kémet, azért ott az nem esett jól nekem sem, de... Hát na... Meg lehet ezt is szeretni, hogy ilyen vérengző vadállatként mész végig a játszáson. Persze, jó lehet, hogy nem mindenki ennyire toleráns. Ha a hős hat mezőnél továbbáll, ellenfelek más közelbi célpontot támadnak. Ez a tartózkodás sem szar. Meg a megszakítás sem szar. Amit az ellen való immunitásunk. Az ugró támadást lehet, hogy ki kellene húzni. Tehát beugrasz a célponthoz, majd utána visszaugrasz. Orgyilkos támadás bónusz a 10% értékkel nő, tehát plusz 20% damage olyan egységeknek, akiknek kevesebb, mint 25% vitalitásuk van. 15% fegyver, sebzés, vérzés vagy mérgezés hatása alatt álló egységekkel szemben. Orgyilkos támadás vitalitás küszöbben 15% értékkel nő. Az azt jelenti, hogy 40% vitalitás alá beverhetnénk 30% extra damage-et. Ez kell. Ez kell. Az orgyilkos támadást fogom elkezdeni tápolni Bélinen. Nehezen szültem meg, bocsássatok meg. Nehezen szültem meg, de úgy érzem, hogy talán sikerült jót választanom. Büdikének meg kellene a rejtőzés. AP költség csökkentés. Lady Isolde esetében ki kellene húzni még egy-két érdemes spellt, képességet. Csata első varázslata nem kerül AP-ba, köszönöm, nem annyira. Mentális ellenállást adhatnánk a védelmi aura mellé. Nem lenne az sem olyan szar azért. Ezt mondtam is, nem? Hogy ezt akarom kihúzni innen. Jeges láncsa. Hatósugara megnő, fagyást okoz. Aha, páncéltörésbe. Most 28-as, de még a végén lehet használni Lady Isoldét valamire. Az a durva mondjuk, hogy 2 körbe kerül a visszatöltődés, aminek nem annyira örülök. Lehet, hogy akkor elkezdjük húzni az öreg asszonyt erre. Hős kap egy jeges aurát 2 körig egység, a szomszédos mezőnál 50% damage-et szenved el, dermedté válik 1 körig. Ezeket a hatásokat ugyanaz egység többször is megkaphatja a hős következő körében, amíg a jeges aura aktív. Tehát egy ellenséges egység mellett állva a jeges aura, az egy király dolog lehetne. Értem. Hős fegyver sebzését lehetne megtápolni. Lehetne rakni rá Thorns-t. 20% fagyás, dermesztés, hatékonyság. Mi az, hogy lopják a DC-t? Jó, látom. Semmi baj. Jó, hogy szóltál, köszi. Jó, eltüntettem. Semmi gáz. Valaki kapott egy vírust.
Sokan nem szeretik az ilyesmit, ráadásul jelen esetben nagyon sokáig tart egy végigjátszás. Így is van jó pár missable trófea, ami miatt minimum két végigjátszás kellni fog. Aha. Van olyan trófea ötlet is amúgy, hogy tartás neutrál közelben. Tartsd neutrál közelben a moralitásod, azt is kidobtuk, mert elrontja a fun-t. Hát igen, igen, tehát azért tök komoly, hogy így át kell gondolnotok ezt az egészet. Amúgy nagyon vicces lehet játékot fejleszteni. Ilyen megfontolások, tehát így mindig egy kicsit a, sőt, leginkább a játékos szemével kell gondolkodni. Kapsz egy AP-t, hogyha meghal egy ellenség, hát köszönöm. Nem tudok dűlőre jutni ezekkel a bölcsekkel a játékban viszont. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ő képességeiknek egy jó része olyan, hogy így nem vinnéd be fightolni. Lehet, hogy ki kellene próbálnom, hogy így kihúzzam full támadásra. Szia, what the fuck, a jó éjszakát, jó pihenést. De egyszerűen nem látom a bölcseket sehogy sem értelmesen használhatónak. Lehet, hogy arra jó, hogyha mondjuk van három rugód, mondjuk itt van Bélin, Büdike, meg az előzőekben kidobott Izoldénak a férje, Tristan talán? Tehát, hogy használtad már a skill tree resetet? Nem, még nem. Nem. Miért kellene használni amúgy? Az csinál valamit? Azon kívül, hogy reseteli? Tehát, hogy mondjuk három rugót beviszel, és akkor Lady Isolde beáll mögéjük, elnyomja az inspirációt, mindenki kap kettő AP-t, meg az egyik kap még egy áldást, érted? És akkor lehet, hogy ott kicsit komolyabban lehet a damagét intézni. Nem tudom. Fogalmam nincs, hogy de az, hogy itt a rosterben bent tartok kettőt is ezek közül. Nem kéne, csak újfajta variációt próbálhatsz ki egy hőssel. Ja, persze, igen. Nem próbáltam még ki, mert megpróbálom, tehát mindig megfontolni azt, hogyha valakitől tudod így felveszek, vagy valamit felveszek a skill tree-ből, azt általában megpróbálom jól átgondolni. Hát ezt a védelmi aurát én megtápolom, mentális gyengítés, de most 10% mentális meg fizikai gyengítés ellenállás az sok, mert szerintem az semmi, ez low penis, az nagyon kevés. Fegyver damage növelés, a teleportációs képesség, amit alig használsz, ugye? Nem. Jégfal, jó, a jégfal az lehet, hogy jó. Azt még felvesszük, oké. A jégfallal kiegyezek, mert lehet olyan stratégiai szituáció, amikor ezt neked le kell tudnod helyezni. És akkor itt is a másik nőnek is rakjam be? Mármint, hogy értitek. Jó, a jégfalt megkapnák Lady Isolde meg Lady Guinevere. Szevasz ki, Yoshi! Oké, elköltöttünk mindent a kiképző táborban, még bent van kedves fekete lovagunk, beállhatna mellé a vörös csicska, Merlin, Erekció és Dindrén, hogyha ebben a körben elmennének mindannyian. Nem, bocsánat, Ivény lesz az, aki beáll, szintet lépni 18-ra. Guinevere nagyon messze van attól a jóságtól. Mivel 17-esre felléptek ezek, ezért a lovagi tornát már nem tudom hasznosítani rajtuk. Bélin nem tudna szintet lépni. Hát komolyan tényleg, csak a izéket lehetne szintezni, a mágusokat. De a mágusokat meg küldetés alatt is szintezed, akkor meg lehet, hogy jobban járná, hogyha inkább azokat szinteznéd, akiket nem viszel küldézni, ugye? Balin OP? Balin egy mocskos vadállat. Kódert és community managert keresünk éppen most. Tester nem kell nektek? Mert mennék. Néztem a kiírásokat nátok, de nem láttam. Mastery, amit nem értettél Bélinnél, az azt jelenti, hogy ellenfel a saját körében nyírod ki, akkor kapsz egy AP-t. Még trappel vagy overwatch? Ja, akinek a köre éppen nem következik, hanem akinek a köre folyamatban van. Hát rossz a lokalizáció. Jó, értem. Hát az nagyon nem mindegy akkor. Most felvettem volna rá, aztán néztem volna, hogy jó, de miért nem jönnek a plusz AP-k, tudod? Na, igen. Tehát itt mindenképpen a skilleket át kell gondolni egy picit akkor, hogy hogyan lehetne őket megvalósítani. Mert a lokalizációban vannak azért itt-ott hiányosságok. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, ez nagyon sokat segített. Szar volt a magyar fordítás, de most javítottam is. Köszönöm amúgy. Köszi szépen. És a
A keddi extra contenttel lesz valami hotfix, ami esetleg a lokalizációt javítja, meg ilyesmi. Kapunk új kihívás jutalmat. Az micsoda? 20% páncéltörést ad a kiválasztott hősnek. Hülye vagy? A zúzás eszenciája. Az igazi páncéltörő őrület. Kérem. Hát azt beadhatnám ide szépen. Immunitás kábítás ellen, ez van bélenen. Ez akár a páncéltörésre nagyon rá tudna menni. Így is gusztustalanul töri a súlyos támadással. Olyan páncéltörése van, hogy hihetetlen. 35%-ban nyomja. Nagyon sok loka fix lesz benne, de menő. Nagyon örülünk most ennek, ez nagyon király. Az van, hogy a fekete lovagra kezdtem el rátápolni a legjobban, és ahhoz képest meg úgy érzem, hogy Bélen sokkal viccesebb, mert őt akár tankoltatni is lehet. Tehát, hogy a védekező testtartása, ugye killek után jön a cooldown vissza, és ugye majdnem, van olyan, hogy majdnem minden kör végén elnyomja a védekező testtartást, amit úgyse ütnek át egy kör alatt, utána meg megint beindul és nyomja. Rengeteg javítást a streamedet nézve csináltam amúgy. Te király vagy? Ez tök jól esik, hogy ezzel egy nagyon picit is, de sikerült nekem is hozzáraknom valamit így. Ez tök király, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Hát na, skacok, szívesen maradnék még beszélgetni veletek, de megígértük ugye, hogy filmezni is fogunk ma este még, úgyhogy menjünk át a Discordra. Holnap lesz... szerintem nyomulunk a Mario-val tovább, és a Mario-n kívül pedig lesz még szerintem holnap... mi a fene is? Horizon. Szerintem kéne, hogy legyen csütörtökön. De majd meglátjuk, holnap van a születésnapom, vagyis hogy már ma van, úgyhogy állítólag itt ilyen whisky-kólázásokba akartok kitörni, meg Fall Guys-ozunk, meg ilyenek. Lehetne holnap community nap is. Nem bánom, amit akartok, jó? Majd megszavazzuk, hogy hogy legyen. Ha valaki szeretne nálunk moderátorkodni, akkor nyugodtan a hírek csatornán látható linken keresztül beléphet, és az űrlapot kitöltve 2 perc alatt bekerülhet a csapatba, hogyha őt választjuk ki majd vasárnap. Köszönöm szépen, kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Elfáradtam ma nagyon. Azért a két gépnek a szétszerelése, meg ilyesmi. Hát na, jót fog most tenni szerintem. Ez a páncéltörés, ez meg szerintem Bélenre fog rámenni, mert ő még nem kapott annyira durvító cuccokat, és én úgy érzem, hogy őt sűrűn szeretném használni. Amúgy is van király páncéltörés, hát legyen neki még több. Amúgy meg lehetne páncéltörés Bélinen is, neki is lehetne adogatni ilyeneket. Még, hogyha megnézném a kihívásokat, nézzük már meg, hogy merre vannak. A kihívásokból, hogyha még valamit nem vettünk fel, nézzük meg ezeket. Életpont, mentális és fizikai ellenállás, immunitás a vakság ellen, 5% további hárítás, kiválasztott hős számára mérgezés, immunitás, plusz egy hatótávolság, távolsági képességek esetén. Nem. Nem, akkor én úgy látom, hogy amiket még nem... Fomori ölő eszenciája, 25% damage-ot ad a kiválasztott hősnek a fomoriak ellen. Hogyha egy darab lett volna a tápolóból az, hogy 20% armor törés, akkor ráadtam volna Bélinre. De így, hogy már látom, hogy itt még van a fomoriak ellen való damage, így már akkor nem adnám oda Bélinnek, hanem akkor inkább adnám olyannak, akire mind a kettő egyszerre rámehet. Tehát armor törés és 25% damage a fomoriak ellen is. Ölj meg 20 fomori szörnyembert, eddig 5/20-nál állunk. Ez néhány küldetésen belül meg is lesz, és akkor én azt mondanám, hogy Bélennek kellene ezt megkapnia, mert itt is 3 van, a fekete lovagon is van már 3 felvéve, meg Bélinen is, és akkor utána Bélennel is lehetne. Szia Varga, és köszönöm, hogy itt voltál. Mindenkinek tök jó ilyen... senkinek nem adtunk 4-et, aha, tök jó főzeteket pakoltunk az egységeinkre. Itt mik vannak? Égési immunitás, vérzési immunitás. A vörös lovag is vicces lesz, hogyha még a mérgezési immunitást is rárakom, akkor utána nem nagyon kell aggódnia, hogy a dotok rámennek. Jónak tűnik a netem? Bankcsapda? Hát figyelj, hogyha azt akarod nézni, akkor azt nézzük, persze.
Én nem ismerem azt a filmet, úgyhogy nem tudok rá mit mondani egyre, nem hallottam még. A 48. misszió előtt állunk a játékban, a fehér lova kriptája, a gyülekezés és a viperafészek, a Bélor bajnoka. De nem ez a Bélor bajnoka lesz majd a Fomori küldetés amúgy? Mert amúgy így is lehetne elnevezni a kis három missziós őrületet. Ja. Akkor ma 7 évvel öregebb lettem, nem? Csak 33 vagyok. Szörnyű így is. Menjünk, pihenjünk, és én még vodokat vágok, aztán pedig holnap többet fogunk nyomulni, mert ez a mai nap ez nagyon kikészítő volt, ez a rengeteg takarítással, géptakarítással, meg szétszeréssel, meg az SSD-k bekerültek, kaptak bordát, processzorhűtő csere volt, mind a kettő gépben új ventilátorok vannak, mindegyik meg lett újítva, az RGB-t kiszedtem, olyan furcsa most ránézni, hogy ilyen tök sötét az egész. Aj, de nagyon király. Hát szinte érzi az embert, ahogy csapja az arcát a szél. Tudjátok, hogy milyen? Mint amikor Lukács Lászlónak a tankcsapdából a szélgép így fújja a haját. Tehát úgy ülök itt, hogy így fújja a hajamat nekem is. Csak nekem rövid a hajam és nem annyira menő, mint neki. De hát valami menőség neki is kell, mert a mostani számukkal azért nem ütötték meg azt a bizonyos mércét. Ugye azt szerintem többen vallják, mint azt, hogy már pedig de... Nézzük meg, hogy kik vannak még ilyenkor késő este online. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire sokan itt voltatok még velünk, meg Kontinak a régyéből is. Nagyon sokan itt maradtak, ugye az alvók leginkább. Keresünk valakit, akihez át lehet menni még ilyenkor, aki nagyon örülne ennek a rengeteg nagy embertömegeknek, meg ilyen kifejezés nincsen is. Szóval, hogy ennek a rengeteg embernek örülne esetleg. Azt nézzük, hogy ki az, akinél nem mainstream tartalom van, ki az, aki olyan játékot játszik, ami... Nem, kifejezetten ezek a... Hát, figyelj, amúgy is Valorant azok, akkor fellövöm a streamet, aztán majd akkor lesz valami. Hanem valami olyan, amihez hozzáadott tartalom is van, nem csak a gomboknak a nyomogatása, mármint ugye a klikkelés a fire gombon. Keresem nagyon, de úgy látom, hogy... Srácok, nem viccelek, nincs ma este. Hát valaki művészetet csinál ilyenkor későn este. Akkor én azt mondom, hogy menjünk át hozzá, más tényleg nincsen. De mindenkinél Valorant, LoL of Legends, Warzone, meg ilyenek pörögnek. Itt van egy kedves lány, nem nincsenek nála sokan, biztos nagyon örülne, hogyha valakik néznék. Jó éjszakát, jó pihenés, sziasztok! Gyertek a Discordra filmezni!